egy kis tájékoztató így az új év elején a YouTube csatornámmal kapcsolatban. Ezt két okból is fontosnak tartottam már. Az egyik, hogy egy kis tájékoztatást adjak az eddigi állapotról, azoknak a jó indulatú, jó szándékú, kedves embereknek, akik érdeklődve nézik a videóimat. Nagyon-nagyon köszönöm szépen, örülök neki. A másik ok, hogy tudassam azok az irigy, rossz indulatú, sunyi, buta emberekkel, akik vannak bőven, hogy ennek a csatornának a lényege az élmények, érdekességek, információk bemutatása és továbbadása az én szemszögemből. Megnyugtatásul közlöm, anyagi haszonra nem teszek szert a csatornából, mert az minimum 1000 feliratkozó és jóval több nézettség kellene. Tehát nyugalom, nyugalom. Na, akkor jönnek az adatok. A csatorna 2011-ben lett regisztrálva, tehát jó régen már. A videókat 2015-ben kezdtem el feltölteni, aztán 3 év szünet következett, és 2018-ban kezdtem újra a videófeltöltést. Jelenleg 97 feliratkozója van a csatornának, és 64 videó készült eddig, ami több mint 31 000 megtekintést eredményezett eddig. Nagyon király, köszönöm szépen! A legnézettebb videó a Bálna néző túra a Koral-tengeren, az most azt hiszem, hogy 1427 megtekintésnél jár, és 24 lájkot kapott. Viszont érdekesek a lájkok, a legtöbb lájkot a lakóautós túra első része kapta, az 26 lájkot kapott, de kapott ilyen 20 lájkot a tandemugrás is, ami viszont csak 700 megtekintésnél jár, viszont hát kicsit, hát nagyon jó, örülök neki. De ezek a lájkok nagyon érdekesek, mert azoknál az YouTube-osoknál is, akinek több százres a feliratkozó bázisa, és nagyon nagy a nézettsége, ott is a lájkok, tehát arányában látszik, hogy jóval kevesebbek a lájkok. Ezek szerint az emberek nem nagyon szeretnek lájkolni, vagy nem mernek, vagy nem tudom. Én örülnék neki, mert ha tetszik a videó, akkor azt megnyomni a like gombot, az visszajelzés számomra. Nincs haszon belőle, hogyha valaki megint a rossz indulatok között kombinál. Ez csak egy visszajelzés és semmi más, ami jól esik meg látom, hogy mi az, ami tényleg úgy bejött. Mi van még? Ja igen, a feliratkozás azért lényeg, nem az 1000 feliratkozóra hajtok, mert ezt nagyon jól tudjuk, hogy tehát én nem ezért született a csatorna. Ez igazából, mondom, az élményeket tárolom ezen a részen is, a YouTube részen is, meg a gépen is, tehát minél több helyen legyen meg, és úgymond, mivel hogy nagyon messze lakunk Magyarországtól, mert a legtöbb nézettség, illetve néző onnan származik egyértelmű, ezért, amit már elmondtam az előbb, tehát élmények és mindenfajta dolog, az átadása és megmutatása is, és hogy maradjunk azért valamennyire ezen a vonalon is kapcsolatban, tehát ezért van. De azért lényeges, hogy szerintem a feliratkozás, hogy iratkozzatok fel, mert a Facebookon szoktam ezt közzétenni, hogyha jön egy videó, vagy ha felrakok egy videót, de a Facebook elég, az is sumák, és ez nem tudom, az is mesterséges intelligencia, de nagyon szelektíven dobja tovább az információt, tehát nem jut el minden ismerőshöz az összes bejegyzés, ezt majd figyeljétek meg, hiában több száz vagy több ezer ismerősöd, nem jutnak el a mindegyikhez, ha te felraksz valamit, tehát ez marha érdekes. Ezért például ebből a szempontból én javaslom a feliratkozást, nagyon egyszerű, tehát a YouTube csatornánál benyomod a feliratkozó gombot, és semmivel nem jár se számodra, illetve hát számomra igen, az, hogy látom, hogy már hanyan iratkoztak föl. Amúgy érdekes, mert vannak külföldiek és idegenek is feliratkozva nálam, mert látom a statisztikát, mert nekem a YouTube stúdióban megmutat elég sok statisztikát, és látom, hogy idegenek is vannak, akiket egyáltalán nem ismerek feliratkozva, tehát úgy azért még ezek szerint terjed is a videó, és mondom, ez a Bálna néző túra a Koral-tengeren, ez tényleg egy jó, hát a minőséget, tehát én amatőr szinten csinálom, mielőtt valaki azt szólja meg, tehát én, nekem ez csak pénzbe kerül, meg időbe, rengeteg idő, meg pénzbe, persze idő miatt nem panaszkodom, mert mondom, ezt szívesen csinálom, de mondom, tehát nekem ez még pluszba pénzbe kerül, és persze még több időbe és még több pénzbe kerülne, hogy a profibb videó elkészítés, de sajnos csak ennyire telik nekem. Úgyhogy a lényeg, hamarosan jön a következő videó, a 66. mert ez a 65. 66. videó, ami most van vágás és csiszolás alatt. Jó kis videó,
kis kalandos videó, meg nagyon, nekem nagyon tetszik. És jönnek még videók, mert megvan az ötletek, megvannak az ötletek, meg mégis idő kell, meg pénz, mindig ez kell idő és pénz hozzá. Úgyhogy továbbra is maradjatok itt, nézzétek a videókat. Sunyik is, jó emberek is, úgyhogy továbbra is hajrá és boldog új évet mindenkinek, sziasztok!